Időben április 20-án és 21-én elkezdődött a beiratkozás a győri óvodákba. Az önkormányzat felkészült arra, hogy ősztől a 3 éves gyerekeknek már kötelező óvodába járniuk. Mindenképpen újdonságként hatott, hogy idén került bevezetésre a 3 éves óvoda kötelezettségi kor, amely azt jelenti, hogy valamennyi gyerkőcnek, aki augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, szeptember 1-től óvodába kell járnia, illetve két esetben mentesülhet ez alól a kötelezettsége alól, hogyha olyan családi napközibe jár 3 és 5 éves korak között, ahol óvodapedagógus végzettségű szakemberek is dolgoznak, vagy pedig különböző okokra való hivatkozással felmentést kér a jegyzőtől az óvoda kötelezettség 5 éves korig történő teljesítése alól. Győrben eddig sem volt jellemző, hogy a 3 éves gyerekeket a szülők otthon tartották, ezért férőhely hiánnyal sem számolt az önkormányzat, amely összesen 38 óvodát működtet. Idén hasonló létszámban jelentkeztek a gyerekek, mint a tavalyi évben, tehát férőhely gondunk nem volt. Voltak városrészek, különösen Réfalu, illetve Nádorváros, ahol viszonylag hamar megteltek az óvodák, de én úgy gondolom, hogy a szülők számára megnyugtató módon tudtuk rendezni a beiratást, és talán nem is akadt olyan család, akinek nem sikerült segítenünk. Ennek az a bizonyítéka, hogy ide az önkormányzathoz egyetlen egy panasz nem érkezett az óvodai beiratással kapcsolatban, sőt egyetlen egy fellebbezés sem a mai napig. És összesen 9 szülő kérte az óvodai nevelés aluli felmentést. Várszegi Mónika hozzátette, az áprilisi beiratkozást követően már csak azokba az óvodákba lehet jelentkezni, ahol még maradt szabad férőhely.